Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, önök a Heti TV-t és a Pilpult látják, M. Kende Péter vagyok, és tadám, nagy tisztelettel köszöntöm Kardos Péter főrabbit, szervusz Péter. Szervusz, köszönöm szépen, és mindenbe csatlakozom hozzád, kivéve a vezeték nevedet, de amit mondtál, az ül. Péterek összejöttek megint, hogy egy jót beszélgessenek, de mielőtt a heti szakaszba belekezdünk, csináljunk szerintem, most ugye a naptár év végén vagyunk, egy évértékelőt. Ne olyat, mint a politikusok, mert az már nekem kicsit unalmas, hanem csinálunk egy ilyen sajátos, kardosféle évértékelőt, de olyat kivételesen, hogy ne csak teljesen kardosos legyen, hogy próbáljunk meg valami pozitívumot is belecsempészni. Hát pozitívum a saját szemszögömből, testemhez álló év volt, Hát ez pocsék. Akármilyen szempontból mondom, tehát vallási szempontból, megfosztva az Isten tisztelet szabályos végzésétől, elmaradt tóraolvasások, ünnepek, amik tömegrendezvényeknek számítottak mindig, az egyedül, otthon, maximum online, elmaradt gratulációk, mármint kézfogások, ölelések, puszik, de te azt mondtad, hogy pozitívat mondja. De várjuk. Megjöttek a vakcinák. Jó. Úgy nézzük esetleg meg, hogy a zsidók közösségnek közösségi élet szempontjából milyen tanulságokat hozott akkor ez a 2020-as év? Hát ha azt tanulságnak nevezzük, hogy minden közösség önállóan éli a saját maga vallási életét, és teljesen 99%-ban online, több embert sikerült közelebb hozni a mi témáinkhoz, mint élőben lehetett. Ennél pozitívabbat nem tudok mondani. Jó, akkor ez mindenféleképpen pozitív szerintem. Persze csúnya kifejezéssel szólva ezt, ha egyszer véget ér a járvány, és újból lehet járni a zsinagógákba, akkor ezt apró pénzre kéne úgymond váltani, tehát hogy nézzük meg, hogy akkor ebből a sok emberből ki mindenki fog eljárni. Most mondhatnám azt, hogy erről ráérünk még. Ráérünk arra még erről beszélni, de te tényleg hiszed, hogy a mi életünkbe véget ér? Igen. Most annak a keretében mondom, hogy egyre újabb mutációk jönnek, egyre kevésbé valószínű. Én Magyarországon mondták, hogy az 50-60%-nak kell átoltatnia magát. Én ebben kételkedem, hogy 5-6 millió emberit be fogja magát oltatni. Jó a felvetés. Én biztos vagyok benne, hogy a mi életünkben, tehát mi megéljük a saját életünkben, hogy lesz újból mozgás, nyitva lesznek újból a zsinagógák. Ugyanakkor az egy valós probléma, ezt nem tagadom, hogy nem érzem én sem azt, hogy lelkesen jelentkeznének az emberek majd az oltásra. Tanácstalan vagyok. December vége van, én már most állítom, hogy Pészakkor nem leszünk zsinagógában. Már az átoltás sem végződik akkorra el, tehát a lakosság átoltása sem, de ezt még a tudományos fórumok sem állítják, hogy tavaszra lezárul ez az oltás. Nem, ez valóban így van, valóban így van. Én is azt gondolom, hogy legkorábban április végén, május közepén lehet arról beszélni, szerintem, de lehet, hogy én tévedek. A tévedés jogát jelentem, fenntartom. Na most, hogy ha azt veszik, hogy Izraelbe naponta 150 000 embert oltanak be,
Hát most hasonlítsuk össze akkor a nyájimmunitási esélyeket, hol nagyobb, ha igaz egyáltalán ez a nyájimmunitás. Mert most az egyik tudományos ember, aki egyik főszereplője ennek a témának, állította több helyen is, több fórumon, hogy a már beoltottak és a már átesettek is újra fertőződhetnek úgy, hogy ők egészségesek, de továbbadják a fertőzést. Na most így véget vetni egy járványnak, tudom, a pestis járványnál sem volt még oltás, gondolom, és az is csak véget ért egyszer. Egyszer véget ért, igen. Csak igen. Hát több 10 millió áldozat árán. Nem, ez egy valóban egy örök rejtés számomra. Jó, akkor azt szerinted, hogy mennyire jó, hogy ebben a jelenlegi járványhelyzetben, amikor mindenki online tart istentiszteletet, mennyire hasznos az, hogy mindenki külön-külön tart ilyen istentiszteletet, vagy kéne legalább havonta egyszer egy közösset tartani? Nem volna-e az hasznosabb? Nem tudom, nem elég, hogy külön-külön tartanak, de a látogatók között van átfedés, ismerek olyanok, akik mindegyikre járnak. Ha nem egy Be is mutatkozom, én szinte mindegyikre járok. Azért mondom, hogy érdekesebb így, mert mindenki megtalálja a saját vallási igénye szerint itt, mert itt van az imapercektől kezdve a rendes imádkozásig minden. Egyik közösség nem fogadja el a másiknak az imarendjét, a másik az egyikét. Úgyhogy amiben a közös, az a tóraolvasás hiánya. Ez igen. Nincs sehol. Mert azt nem is lehetne, hát elvileg pénteken is lehetne, ahogy a többit lehet, csak ennyi ideig az embereket nem lehet ott tartani a számítógép. Most azért nevetek, mert mondtad ugye ezt, hogy az egyik közösség nem fogadja el a másik imarendjét. Ez na, így van. Ez mennyire jelentheti esetleg a feszültséget bizonyos közösségek között? Nincs. Nincs. Online nincs feszültség, de elkapcsol onnan. Ne, jó. Ott nincs feszültség. Jó. Bár élőben ilyen egyszerű lett volna járvány előtt, hogyha feszültség van, el lehet kapcsolni. Nem olyan egyszerű. Mindenesetre én például olyan közösségben vagyok hétköznap, amelyik mindent elfogad. Kvázi úgy tartja az Isten, ahogy azt a templomba tartaná. Nem véletlen az egyik rabbi kollégám, aki szintén tart, de akkor még ez a kezdeti, hogy belépett ebbe a pár perc erejéig, és akkor látta, hogy itt kádist mondanak, meg kilépett onnan, azóta sincs ott, az ő saját közösségében nem mondanak kádist. És van egy más ima változások is, úgyhogy egyik tisztelt kollégám eleve ima perceknek hirdeti az Isten tiszteletet, és szó szerint tényleg percekig tart az ima, úgyhogy ezen már csak az győzhet, aki ima másodperceket fog hirdetni. Mert ugye az embereket ugye van a tachlesz, ugye a beszélgetés igen. Is érdekel, ami előtte van, meg utána. Közben nem, mert le vannak némítva jó esetben, jó esetben. Közben hiába beszélgetnének jó is. Jó. Lendüljünk túl ezen, és reménykedjünk abba, más úgy sem tudunk tenni jelen pillanatban, hogy 2021-ben egy kicsivel kevésbé izgalmas évünk lesz, így fogalmazunk, ez a pontosabb meghatározás, hogy kevésbé lesz izgalmas, mint ez a 2020-as volt. Ezt kívánjuk. Ezt persze, ezt mondom, ezt igen. Reméljük, ezt kívánjuk magunknak elsősorban. Maradjunk abban, hogy kívánjuk. Jó, reméljük, azt hagyjuk, bár azt hagyd meg, ha meg utoljára remény, de hagyjuk, inkább kívánjuk. Jó. Akkor nézzük ezt a heti szakaszt. Előre szólok, ha elkezdünk pilpulkozni, itt már eleve két halott lesz. Na, kezdjük akkor. Vajhi. Jó, mondom? Tökéletes. Köszönöm szépen. És élt, ugye, ha jól fordítjuk? És volt, és élt, igen. Igen. Milyen Jákobról beszélünk. Is. Itt, de elsősorban igen. Róla beszélünk.
Milyen élete volt Jákobnak, ami ugye most ebben a heti szakaszban fejeződik be az ő élete? Hát, ha összeadjuk a szónak a számértékét, akkor 34 jön ki. 2017 boldog év része volt az életének, az első 17, mikor József megszületik, attól kezdve, és az utolsó 17 év, amit Egyiptomban tölt családja körében. De be, ugye milyen furcsa, mikor boldog a diaszpórában boldog? Tehát, hogy ez... Ez egy jó kérdés, akár aktuális lehetne, hogy a család fontosabb-e, vagy ahol vagyok éppen. Vagy a diaszpóra. Igen, így igaz. Szentföld egyéb. De van egy olyan átfedés, hogy nagyon sokan elmentek a diaszpórából a Szentföldre, mert ott élt a családjuk, meg a rokonuk, és előre mentek. Ez egy folyamatos dolog volt a 20. században is. Tehát az az ideális. Tehát a diaszpórából haza Izraelbe, és plusz ott a család is, és akkor együtt. De ugyanez visszafelé is működik, aki itt hagyta a családját, meg honvágya volt, az meg visszajött. Bolygó zsidó című. Nagyon, már megint ki lett lopva a szó a számból. Na jó, azért érdekes nekem ez, ugye ez a mostani heti szakasz, mert ugye Jákob ott fekszik a halálos ágyán, és körbeveszik a fiai. És megint áld. És hogy először is fölmerül benne, kétség merül föl benne talán az, hogy valóban, tehát hogy nem térnek el a fiak attól az úttól, amin ő járt, és ugye elhangzik a gyerekek részéről a mondat, hogy Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Most az a kérdés, hogy kinek mondják ezt? Ez egy midrás. Hogy ezt kinek mondják abban a szent pillanatban? Hát e szerint, amit te most idézel, az Jákobnak szól, mert őt hívják Izraelnek. Igen, ezt szeretném. És akkor van egy előfejezete ennek az elbeszélésnek, hogy nem biztos benne, hogy követik a hagyományt. Így igaz. És ezzel biztosítják őt, hogy követik. És az... Ez mennyire fontos ez az, hogy... hogy mondjam, nem tudok most más szót használni, de ez egy fogadalomtétel abban a pillanatban. Még akkor is, hogy ez egy kicsit... Abban a pillanatban azt nevezhetjük fogadalomtételnek. Ez mennyire fontos? Hát ha megtörtént volna, akkor nagyon fontos lenne, de hát mint midrás is szép, tehát logikus és szép, ugye... De előtte az áldás, amit igen. Az hát harmóniába kell, hogy legyen ezzel, és egyik vonzza a másikat. Áldás ugye motiválja Jákob viselkedését, hát az unokáit kéri magához, na, két ezt akartam, unokáját. A két unokáit, akik ugye, hát József két fiáról beszélünk, akiket kvázi be is... Befogad? Na most, hogy ők az első olyan két testvér eddig, akik békességben és szeretetben élnek egymással. Ami egyébként nincs, nagyon furcsa. Ritka. Ez a bocsánatot kérek, és elnézést kérek mindenkit tőled is, ez olyan pöttyös könyves. Tehát, hogy ilyet nagyon ritkán... Persze, hát a Káin és Ábel a másik véglet. Igen. Közben van Jákob és Ézsau. Így igaz. Most pontosan. Itt van a két unoka, az Efraim és Menashe, akiknek az áldást megcserélik a jobb és a bal kezét Jákobnak, mert Efraimnak járt volna kvázi. Ugye az első szülött az mindig egy különleges státusz. Igen ám, de hiába állította úgy be a gyerekeket az édesapa József, ő megcseréli, és azt mondja, hogy egy nagy nemzet lesz belőle, a másikból is, de belőle még nagyobb nemzetség lesz, és azóta péntek esténként, ugye, a Simcha Elohim, Efraim és Menashe, Isten tegyen téged olyan, amilyen Efraim és Menashe voltak, áldjuk meg a fiúgyermekeket ilyenkor, a lánygyermekeket is megáldjuk, legalábbis hát
jobb helyeken. Ez mit jelent, hogy jobb helyeken? Hogy csak számítanak kérdezem. A lányok is. Jó, jó, csak meg... Bát micvákat rendeznek olyan körzetekbe például. Van, ahol nem rendeznek. Na, lényegtelen. Így csak akkor nekik más szövege, hogy Szim Michala Imke Szóró Rivko Rohev Leo, tehát az ősanyákat állítjuk példaképül. Így igaz. És aztán majd meghal, de akkor ott vannak a halálos ágyán, tudnék, ő megbetegedett. Eddig még senki nem betegedett meg az eddigi történetek folyán, meghaltak ahol, abban az állapotban, amilyennek be voltak. Ő megbetegszik, és ideje van, hogy végrendelkezzen, odaszólítsa a gyerekeit, unokákat. 147 évesen. Igen, elmondja, amit ilyen, hát elmondanak, ők fogadalmat tesznek, amit idéztünk, és tulajdonképpen a végakaratát is elmondja, ne ott temessék el a diaszpórát, mondta, vagy Gáludva, hanem vigyák el a Machpéla barlangjába. Így is történik, elviszik Machpéla barlangjába, csak a Midrás megint közbe szól, és a Midrás azt mondja, mikor el akarják ott helyezni, Ézsau előlép, és azt mondja, hogy ide nem lehet őt temetni. És akkor egy kis szóváltás, mert én vagyok az első szülött, én döntök, mondja Ézsau. Hát a lencsevétel, adásvételről ilyenkor megfeledkeznek, és azt mondja, jött valaki, és dühébe levágta a fejét Ézsaunak, amelyik begurult a Machpéla barlangba. Hát ez mint Midrás ilyen hangulati aláfestés, vagy motivációt lehet idézni ilyenkor. A lényeg az, hogy oda temetik Machpéla barlangjába, amelyik szent hely mai napig, és nem csak nekünk, zsidóknak. Uh-huh. Akkor még erről a Machpéla barlangjáról egy kicsit beszélünk, de előtte azzal, hogy megáldotta a két urokát, Efraimot és Menasszét, lehet mondani, hogy mert hogy nekik az anyukájuk egy egyiptomi nő volt. Igen. És lehet azt is mondani, egy kicsit csavarok rajta, hogy ez egy ilyen betérés volt abban a pillanatban, azáltal, hogy megáldotta őket. Ez most csak egy ilyen félresiklatás, de szerintem érdekes lehet. Nem tudom. Jó, értettem. Értettem. Miért... A betérésnek ez nem egy formája. Én pontosan tudom, de mégiscsak, ugye... Eleve a betérésnek a mai formája alig, ha ugyanaz... Nem erre gondoltam, természetesen, nem is erre gondoltam, nem is erre gondoltam. Jó, ez a Machpéla barlang, ez miért ilyen nagyon fontos, és kinek szent helye még akkor? Hát ősatyák, ősanyák. Igen, és kinek szent helye még? Ugye nem csak a zsidók. Araboknak is. Ábrahám. Hát Ábrahám. Ábrahám miatt. Így Ibrahim. Azt lehet tudni, hogy mikor, hogy József az, aki elvonul apja halála után, és tulajdonképpen ez a hét nap, ez a azóta Sivá. A Sivát, ő üli meg először, vagy ő éli át először. De van még egy hangulati befolyása, hogy a fiúk, a testvérek, igen, félnek, hogy most fog bosszút állni rajtuk József, hogy eddig az apa miatt nem tett, és most fogja majd megbosszulni. Nem bosszulta meg. Hát, mert nem bosszulta meg, mert ugye többször beszéltünk róla, hogy volt ugye a szépség, volt a gazdasági szakember, volt a szépséges József, volt a gazdasági szakember József, volt, ha lehet ilyet mondani, a politikusi József, és most megmutatkozik, hogy ő a sok megpróbáltatás után ő egy jó ember és egy jó testvérré tudott válni, vagy tud válni. Diplomata József. Ez is egy milyen jó megfogalmazás. Ez is egy milyen jó megfogalmazás. Szükségesek a diplomaták? A diplomata Józsefek ma is? Na most érzem, ahogy megy a vérnyomásom fel.
mert a diplomata óhatatlanul a politikust jelenti is. Na most a politikusokról akkor most nem. Hát szóval, végül politikus, nem a diplomata. Bár egy kicsit alárendelt, mert a külügyminiszterhez tartoznak, tehát van egy főnökük, és nem önálló saját világnézetüket hangoztatják különböző nemzetközi találkozókon. Tehát, hogy mondjam, parancsra tettem. ugye azt mondja még, ugye, hogy József is a fiaihoz fordult, hogy az ő csontjaival mi legyen, hogyha ő meghal. Ugyanez, tehát ne ott temessék el Kánaánba. Na most itt lehetne, nem profán, de hát hétköznapi meggondolásokat, hát a sírlátogatás az egy zsidó szertartás is. Na most, ha ott hagynák, kilátogatná meg a sírját Kánaánba, ő akármennyi jót tett az egyiptomiakkal, illetve a éjség idején, nem lehetett elvárni, hogy az utódok utódai is mind József sírját látogassák, nem beszélve a családtagokról. Tehát vigyék el szépen onnan, és őt is temessék el a szent helyen, vagy Szentföldbe. Ha most a zuglói pénteki szombatfogadáson te tartanád, te prédikálnál, nem tudom, hogy te fogsz-e most kivételesen, nem. Vagy megint? Aktivizálom a nagyon helyes, vagy ez nagyon rendben van. Beszélnél erről a sírlátogatás fontosságáról? Erről én Szlíheszkor szoktam beszélni, Trás és Són előtti vasárnapon. Most én a heti szakasz felolvasását követő hangos három szó kiáltásáról beszélnék. Hazák, hazák, venisz hazék. Erősödjünk meg, mert igen, utolsó könyve. Ezt akartam mondani, hogy igen. Utolsó azért fejezette a Mózes első könyvének. És ilyenkor ez a hazák, hazák, hát manapság ennél jobb kívánságot nem is lehetne, sajnos aktuális, hogy ezt erősödjünk meg minden szempontból. És azért is erősödjünk meg, mert ugye rövidesen, ugye most akkor elkezdjük Mózes második könyvének az olvasását, ahol aztán sok minden fog még történni, aminek kapcsán szükség van az emberek erejére és a közösség erejére is, de most nem fogjuk el spoilerezni, hogy mi mindenről fogunk beszélni a következő alkalmakkor. Helyette inkább azt javasoljuk a nézőknek, hogy olvassák el a heti szakaszt. Picit most is azt tudom javasolni, hogy érdemes elgondolkodni rajta. És még ami ennél is fontosabb most, hogy nem tudnak önök sem szerintem más csinálni, mint hogy bízni abban, hogy a következő évünk, következő naptár évünk, a 2021-es kevésbé lesz annyira izgalmas, mint a mostani. Mert nagyon fontos az izgalom, de azért egy kis nyugalom, mondhatom azt is, talán egy kis unatkozás is ránk fér. Bocs, még valamit tudnak csinálni a hallgatók, nézők, regisztráljanak és kérjenek linket. Így igaz, ezt teljesen elfelejtettem. Igen, ahogy én magam is csináltam, meg ahogy a főrabbi úr is csinálta, jelentkezzenek, mert oltassák be magukat. Így a legjobb. És akkor, ha mindenki megteszi, akkor tényleg lehet, hogy ha tavaszunk nem is, de nyárunk már lesz. És azért ez fontos. Köszönjük, hogy minket választottak. Minden jót kívánok, viszontlátásra. Shabbat shalom, gut Shabbos. Gut Shabbos.